Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Igazságba öltözzenek papjaid, Urunk, és szentjeid újjongjanak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai napon az Anya Szentet jársz újra, ünnepel Zakaria Szent Antal, Mária áldozó papra emlékezik a barnabiták rendjének a megalapítójára. Ő 2 éves volt, amikor elveszítette édesapját, és talán ez indította őt arra, hogy megadja a szeretetet azoknak, akik hiánnyal küszködnek. És az egész életét arra szentelte, hogy segítse rászorultakat. És példaképül Szent Barnabást állította maga elé, aki eladta mindenét és minden vagyonát a szegények segítésére használta föl. Ezt a szentmisét Élő Andreáért és kislányáért, Natasáért ajánljuk föl. Olyan elszegényedő világban élünk, nagyon sok a megbillent család, a gyerekek is nagyon sokszor, ha megszülettek, de nem kapják meg azt a szeretetet, amire vágynak. Tudunk-e a saját erőnkből, hatáskörünkben odafigyelni ezekre a gyerekekre és segíteni őket, akár áldozatok árán is. Jónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy Szent Pál tanítása által megismerjük Jézus Krisztusnak a minden értelmet meghaladó szeretetét, amely Zakaria Szent Antal áldozó papot képesítette arra, hogy egyházadban állhatatosan hirdesse az üdvösség örömhírét, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ózeás próféta könyvéből. Prófétája által Szamáriát megfenyegeti az Úr. Királyokat választottak ők nélkülem, fejedelmeket választottak tudtomon kívül. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat csináltak, de csak romlásukra.
elvetem aranybori udat, Szamária, haragom felgerjed ellenük, még meddig nem tudnak bálványaiktól megszabadulni. Hiszen Izraelből való ez, mesterember készítette, nem az Isten, és bizony szilánkokká lesz Szamária aranyborjúja. Szelet vetnek ők, de majd vihart aratnak, és a búzaszál nem hoz kalászt, és a kalász nem ad lisztet, és ha ad is, idegenek eszik meg azt. Mert sok oltárt épített Efraim, hogy vétkezzék, bűnné lettek számára az oltárok. Ha még oly sok törvényt is írok elő neki, ő csak idegeneknek tekinti azokat. Szeretik a véres áldozatokat, húst áldoznak és esznek, de az Úr nem veszi ezt kegyesen. Megemlékezik most gonoszságaikról, és megtorolja rajtuk bűneiket. Visszatérnek ők majd Egyiptomba. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A Zsoltár válasz. Az Úrban remél Isten egész háza népe. Az Úrban remél Isten egész háza népe. A mi Istenünk a mennyben lakik, amit csak akar, mindent végbe vitt, de az ő bálványaik csak arany és ezüst, emberi kéz alkotása. Az Úrban remél Isten egész háza népe. Van szájuk, de nem beszélnek, szemük is, de mégsem látnak. Van fülük, de nem hallanak, és orruk illatot nem érezhet. Az Úrban remél Isten egész háza népe. Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járhatnak, és torkuk nem adhat hangot. Ezekhez hasonlókká lesznek készítőik, és mindazok, kik bennük bíznak. Az Úrban remél Isten egész háza népe. Isten népe az Úrban remély, ő lesz segítőd és védőpajzsod. Áron papi háza az Úrban remély, ő lesz segítőd és védőpajzsod. Az Úrban remél Isten egész háza népe. Halleluja! Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor, ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem. Halleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mielőtt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a népa. A nép elámult ezen, és ezt mondogatta. Ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzik ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat, tanított a zsinagógákban, hirdette országának, Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a nép sokasságos, megesett rajtuk a szíve, mert olyanok fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Ezek az evangéliumi éjjé. Most testvérek, a mai evangéliumnak egy részét emeljük ki egy elmélkedéshez. Látja Jézus a kimerült tömeget, azt írja Máté, olyanok voltak, fáradtak, mint a nyáj, aminek nincsen pásztora. És akkor Jézus látva ezt a sok pásztor után vágyódó embert, azt mondja a tanítványainak, apostolainak, hogy hát kérjék az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásba. Amit másképpen talán úgy lehet megfogalmazni, imádkozzanak azért, hogy az Úr küldjön munkásokat az aratásába. És ilyenkor az ember még akkor is, hogyha már többször elmélkedett ez az evangéliumi szakaszon, úgy megáll, hogy vajon, hát miért kell imádkoznunk azért, miért kell kérnünk a Jóistent azért, hogy
hát küldjön munkásokat az aratásba, hiszen ő is látja, tudja. Miért kell közvetítő? Miért kell az én kérésem ehhez? Önkéntelen is felvetődik bennünk a kérdés. Egyáltalán a kérőimának a fontossága is itt felvetődhet. Ha erre a kérdésre választ akarunk adni, akkor damaszkuszi Szent Jánosnak az imádság meghatározásába kell kiindulnunk. Ugye azt mondja, hogy az imádság az a lélek fölemelése az Istenhez. Az imádság, ha nem csak egyszerűen kérünk a Jóistentől, amit úgy látunk, hanem az ő szemével próbáljuk nézni azt a helyzetet. Tehát például, hogyha valaki úgy imádkozva kér, előtte imádkoz és utána kér, akkor az is elgondolkodhat, hogy olyan ez a sok ember miért olyan kimerült? Milyennek a baja? Milyen gondokkal küzdenek? Sőt, hogyha imádkozik, akkor arra is gondolhat, hogy hát kik azok, akik a környezetében vannak, akiknek van érzékenysége ahhoz, hogy segítsenek rajtuk. És akkor is fölismerhetjük azt is, és összekapcsolatot a mai nap szentjével, Zakari Szent Antal életével, hogy olyan embereket kell küldeni, akik hasonló helyzetben voltak, akik megtapasztalták a szenvedést. Akik nem úgy kívülről nézik az életet, jó létből, hanem megtapasztalták, szülő nélkül nőttek fel, vagy az életük tele volt megpróbáltatásra a szenvedése. Azok tudnak együtt érezni ezekkel az emberekkel, azok tudják megszólítani őket. Tehát miközben imádkozunk az Isten szemével, nézzük a világot, fölismerhetünk ilyen szempontokat is. Hogy igen, neki kell szólni, mert neki van olyan tapasztalata, amit tovább tud adni azok felé, az emberek felé, akik megfáradtak és kimerültek. Ezt a látásmódot adja meg az imádság. És ehhez imádkozni kell. Kevés az, hogy hát általánosságban kérjük azt, hogy az Úr küldjön munkátok az altásába. Ezekhez az emberekhez küldjön, az árvákhoz, a betegekhez, a szegényekhez küldjön. És ilyen szemmel kell nézni a környezetünket, hogy ki az, aki ezt a küldetést vállalni tudja. A mai napnak a szentje, ezt a bevezetőben mondtuk azt, hogy korán árva lett sok megpróbáltatáson, szenvedésemben keresztül, és elvégezte az orvosi egyetemet. Úgy gondolta talán, hogy orvosként sokat tud majd segíteni a rászorultaknak. Aztán rádöbbent arra, hogy a lélek orvosaként sokkal többet tud segíteni. És így lett pap, és így alapította a barnabitáknak a szerzetes rendjét. Valakinek lehetősége van, akkor olvassa el a mai emléknapnak a második olvasmányát. Elmélkedik Zakaria Szent Tamás, a Szent Antal, és nagyon szép képet használ. Ő azt mondja, idézi Szent Pát, akinek ugye segítője volt Barnabás. A római levelet idézi, és azt mondja, ha valaki segíteni akarunk, akkor ugye parazsat kell tenni a fejére. Tehát nem szidni kell, nem büntetni kell, hanem parazsat kell tenni a fejére. Ez azt jelenti, hogy Isten szeretetének a tüzét kell a feje fölé helyezni. Tehát, hogy érezze meg ennek a tűznek az erejét, és az Isten szeretete indítsa őt arra, hogy változzon. Tehát ne a befenyítések, meg ne a dorgálások, meg nem tudom én, különféle ítéleteknek az előtérbe helyezése. Nem, Isten szeretetének a tüze. Ezt jelenti. És azt, hogy ezt a szerzetesenet meg tudta alapítani, és ennek korábban olyan sikere volt, ez volt az oka. Tehát ő is megtapasztalta, mit jelent egy édesapa nélkül nőni föl, küzdelmeken keresztül menni, és ezt a szeretetet kapta a Jóistent, és ezt a szeretetet akarta közvetíteni. Innen a római levélnek ez a szép képe. Hát ha igazán őszintén szétnézünk a mai világban, ma is sok olyan embert látunk, aki fáradt és kimerült. És hogyha segíteni akarunk rajtuk, akkor
hát imádkozni kell nekünk is a papi szerzetes hivatásokért, de addig is nekünk is ezt a szeretetet kell közvetíteni feléjük. És lehet, hogy a problémáikat között nem tudjuk megoldani, nem tud neki munkát adni, meg nem tud neki hát a család életével úgy segítséget adni, hogy minden megoldódjon, de hogyha a szeretetet tudjuk közvetíteni, hogy a Jóisten szereti őt, és valaki közvetíti felé, akkor ez egy olyan gyógyulást adhat a lelkének, aminek a segítségével aztán lehet, hogy meg tudja oldani a problémáit. Már nem érzi magát elveszettnek, már nem érzi magát elhagyatottnak. De Isten szeretetének ez a tüze fogja segíteni őt. Imádkozzunk azért, hogy mi is ebből a tűzből tudjunk táplálkozni, és ezt a tüzet tudjuk továbbadni másoknak. Kérjük testvéreim, a végtelen irgalmas Istent, önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot. Az egész világon elterjedt, és az itt egybegyűlt egyházáért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent Atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz, kérünk téged, hallgass meg minket. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz, kérünk téged, hallgass meg minket. Élő Andreáért és kislányáért, Natasáért könyörögjünk az Úrhoz. Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét azt is azért is felajánljuk, hogy vegyük észre ezeket a megfáradt, kimerült embereket a környezetünkbe, és a te szeretetedet tudjuk közvetíteni feléjük. Hallgass meg, Urunk! Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket Krisztussal, mi Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Most meg, Uram, bűneimet, vétkeinktől tisztíts meg. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Mindenható Istenünk, kérve kérjük fölségedet, hogy a szentek emlékezetére felajánlott áldozat, mi isteni hatalmadat dicsőíti, tegye hatékonnyá életünkben is üdvözítő kegyelmedet, Krisztus, ami Urunk által.
Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztussal, mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék, Zakaria Szent Antal Mária ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbejárására óvod, és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kivált kép most, midőn Szent Fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket. Magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindenható Istenünk, küldd el szent lelkedet, e kenyére és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Jó, ugyanis a kínszenvedés előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által a Szent Fiad átment az új életbe, és föltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei Atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk Szent Fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg Fiadnak testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Áld meg Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, add, hogy az egész egyház minden tagja megértse az idők jeleit, és növekedjen az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatokat és aggodalmaikat, reményeiket és örömeiket, és utat mutassunk neked, nekik az üdvösségre. Mennyei Atyánk, irgalmas testvéreinknek, aki Krisztus békében hunytak el, elsősorban azokra gondolunk, akit az utóbbi időben szólítottál magadhoz, és légy irgalmas minden megholthoz, kinek hitét csak te ismered. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba,
ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonyjal, az apostolokkal és a vértanúkkal, a mai nap szentjével, Szent Zakaria Antal Máriával, és minden szenttel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Mondjuk el közösen a főpásztorunk által írt imát lelki áldozáshoz. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
Íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, mondja az Úr. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy mi, akiket a szent lakomával tápláltál, Szent Zakaria, Antal Mária példáját állhatatosan kövessük, téged szinten áhítattal tiszteljünk, és szeretetből fakadó tettekben folytonosan gazdagodjunk, Krisztus a mi Urunk által. Most kérjük Szent Mihály Arkangyalnak a segítségét. Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.